Szeretettel köszöntelek benneteket. Észre venni, ez egy nagyon szép magyar szó. Észre venni. Vagyis felfogni, így is lehet mondani, ugye? Értelmünkkel felfogni. Krisztus életében nagyon sokszor lehet látni, hogy ő észrevette az emberek szükségleteit. A mai evangéliumban különösen a fizikális égségre gondol Krisztus, amikor látja a nép sokaságot. Advent időben vagyunk, és ezekkel az elmélkedésekkel próbálunk készülni Krisztus születésére. Mennyire mi vagyunk ilyen természetű emberek, ilyen szemlélettel, hogy észre vegyük a testvéreink szükségleteit, akik körülöttünk vannak, akikkel élünk. Ez most nem csak arról van szó, hogy a nagyvilágban, hanem közvetlen körülöttünk élő emberekkel is. Akár lehet a mi testvéreink, szüleink, nagyszüleink, szomszédáink. Azoknak a szükségleteit vegyünk-e észre? Ez most nem csak gondoljuk anyagilag, hanem más szükségleteit. Például egy kis odafigyelésre, vagy egy jó szóra, kicsit meglátogatni. Sok ilyen téren lehet, hogy észrevesszük a másiknak a szükségleteit. Talán ezen a napon ezzel a gondolattal legyünk, és próbáljuk egy kicsit így is készülni, mert Krisztus születésére készülünk. Isten áldjon benneteket, szép napot kívánok!